Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Önök az Oltalom Rádiót, a Másként Gondolkodók, a Becsület Hangja Rádióját hallgatják, én pedig Herényi Károly vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm ma délelőtti első vendégünket, Krausz György nagykövet urat, akinek a meghívását az indokolta, hogy többek között Finnországban is nagykövet volt, és ugye Hende Csaba a legjobb magyar tárgyaló az tegnap előtt tiszteletét tenne Finnországban, erről fogunk beszélni. Először is nagykövet úr, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ha megengeded, tegeződünk, mert hát egyrészt régóta ismerjük egymást, másrészt pedig az Oltalom Rádió a bizalom rádiója, ahol a tegeződés általános szokás. Én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, csak meglepő lenne sok éves ismerettségünk után, ha most itt elkezdenénk magázódni a és a végén elrontanánk. No, az első kérdés az, hogy mi egy diplomata feladata? Mi a diplomácia feladata? Mi a külügy feladata egy ország jó hírével, imázsával, megítélésével kapcsolatban? Hát egy diplomata feladata és a diplomáciai testület feladata az igen sokrétű. Én azt szoktam mondani, hogy a diplomata nem csak az ország füle, hanem az ország szája is. Tehát meg kell hallani mindazt, amit a fogadó országban az országról mondanak, akkor is, ha nem tetszik, nem értünk vele feltétlenül egyet, de ha ezt mondják az ottaniak, akkor erről tájékoztatni kell a hazai illetékeseket, elsősorban a külügyminisztert. De másrészt az ország szája is, tehát el kell mondani mindazt, amit az országról fontosnak tartunk. Itt persze elsősorban a szép és jó dolgokat szokás elmondani, nem az öngyilkosok számáról és az alkoholfogyasztás problémáiról szokás tájékoztatni a fogadó országot, de teljesen egyoldalúan az sem lehet, tehát ha valaki azt mondja, hogy nálunk minden gyönyörű, ragyogó, az előbb-utóbb hitetelenné válik. Például az a mostani egészen meglepő hír, mert a mi kormányunk tagjai, a külügyminiszter különösen szeret egészen más szerepekbe is feltűnni, hogy ma Németországban lesz egy olyan futballmeccs, ahol a Ferencváros méri össze a tudását egy német csapattal. 7 konzult mozgósított a külügyminiszter, ezt a tévében legalább 35-ször elmondta, hogy az odalátogató magyar drukkerek biztonságát diplomáciai, egészségügyi, katonai, űrrepülési és hát egyéb biztonságát garantálják. Ez szokásos, vagy illik erről beszélni egy külügyminiszternek? Nincsenek fontosabb dolgai? Biztos lennének, de a másik dolog, hogy van diplomácia és van a konzuli szolgálat. A konzuli szolgálatnak a dolga a magyar állampolgárok érdekeinek védelme külföldön. Na most ez a nagy felhajtás nyilván abból indul ki, hogy föl vagyunk készülve arra, hogy a magyarokat ne talántán nem csak a helyi eseményekről fognak tájékozódni barátságos hangnemben, hanem ezt, azt, amazt szidnak, ami Németországban nem komilfó, és még a futballstadionokban sem fogadják el. Na most ugye, ha ilyen van, akkor az ottani hatóságok fölléptek, a hatóságok fellépésével szemben a konzul védelmet nyújthat az egyes állampolgároknak. Na de hogy 7 konzult kirendelni egy futballmérkőzésre, az enyhe túlzás. Ugye szokás volt még az én időmben is, hogy nyári időszakban, amikor a nagy turista forgalom volt, akkor egy-egy üdülőhelyre az adott ország konzuli testületéből valakit kihelyeztek, hogyha ott valamilyen atrocitás éri a magyarokat, akkor helyben legyen, aki az érdekeiket megvédi, ellopják a dolgaikat, útlevelét, pénzét, stb., és akkor segítséget nyújtson nekik. De ez az erődemonstráció, ez egy kicsit furcsának tűnik. Nagykövethez és diplomatához méltóan roppant vissza a módon fogalmaztál, de a mondatod lényege talán az, hogy
érhetik olyan atrocitások a magyar drukkereket, ami a magyar kormány külpolitikai unión belüli, NATO-n belüli tevékenységének az Ukrajnával szembeni ellenállásának köszönhető. Jól értettem, hogy erre lehet számítani, hogy ott azért a környékben lesznek ellentüntetők, vagy ilyesmi? Nézd, Kacsi, egy futballmérkőzésen bármire lehet számítani. Nyilvánvaló Németország nem pontosan ugyanazt az álláspontot képviseli, mint Magyarország rengeteg dologban. Ettől még a kormány nem fog Magyarország ellen tüntetést szervezni. Lehet, hogy ottani szélsőségesek, vagy bárki a magyar futballdrukkereken próbál elégtételt venni, ilyen volt már a világtörténelemben, de hogy ez lesz majd az év eseménye Leverkusenben, ez egy meglehetősen furcsa hozzáállás. Az év diplomáciai csúcseseménye. Igen. No, akkor térjünk vissza eredeti témánkra, Finnországra. Milyen benyomásod támadt a finnekről, hiszen hosszú időt töltöttél Finnországba, sőt úgy tudom, hogy még egy darab tengerpartot is vásároltál ott Magyarországnak. Hát valóban én összesen 13 évet töltöttem Finnországban, különböző minőségben. Először még egyetemistaként voltam ott egy nyári egyetemen, ez 2 hónapos látogatás volt. Aztán voltam kint érdekes módon egy építőtáborban, ahol többek között szaunát építettünk egy idősek otthonába, amit egy régi iskolát kellett átalakítani idős otthonnak, ugye az összes küszöböt ki kellett szedni, azt mondanánk, hogy akadálymentesíteni kellett, és többek között szaunát kellett építeni. Erre, mikor diplomataként visszatértem, mindig hivatkoztam, hogy kérem szépen, én szaunát építettem Finnországban. Ezt mindenütt nagyon pozitívan vették. Aztán 3 alkalommal, már 3x4 évet diplomataként töltöttem, az utolsó 4-et pedig nagykövetként. Visszatérve a kérdésedre, én a finneket egy roppant megbízható, egyenes, nyílt népnek ismertem meg. Azért mondom népnek, mert volt alkalmam egyszerű emberekkel találkozni nagyon sokat. Többek között olyasmivel is foglalkoztam a második kihelyezésemnél, mint a Finn-Magyar Társaság, amelyik egy ottani társadalmi szervezet volt. 50 különböző városban voltak szervezetei, vagy a testvérvárosi kapcsolatok, ami szintén kb. 50 várost érintett. Tehát nagyon sokféle benyomásom volt, nagyon sokféle tapasztalatom volt. Egy biztos volt, a finnek, ha valamit megmondtak, kijelentettek, arra mérget lehetett venni. Az nem úgy volt, hogy talán, az biztos, hogy úgy volt. Másrészt a finnek roppant egyenesek, és nem véletlenül terjedt el róluk, hogy szűkszavúak. A finnek nem szeretik, hogyha Ádámnál és Évánál kezdi el valaki a történetet, szeretik megkérdezni, hogy mit tetszik kérdezni. És ha valamit el lehet mondani 2 perc alatt, akkor a legnagyobb disztóságnak tartják, ha valaki arról 3 percig lamentál. Tehát tessék megmondani, mi a kérdés, igyekszünk rá válaszolni legjobb tudásunk szerint, és ezt a diplomáciában rendkívül pozitívan értékeltem. Nekem nem kellett elmagyarázni, hogy miért, meg hogyan, meg mit, ezt szeretném kérdezni. Egy nagyon egyszerű példát, még a készültünk az Európai Uniós csatlakozásra, és megkaptuk azt a kérdést, hogy közöljük a finnekkel, hogy hány darab szarvasmarha van a Magyarországon, hogy megállapítsanak egy bizonyos kvótát. Erre kaptam egy 6 oldalas választ a akkori mezőgazdasági minisztériumból, munkatársaim neki kezdtek fordítani, fölhívtak az Agrárminisztériumból, azt ígértétek, hogy megkapjuk a választ. Nem mondom, de most kaptam meg, 6 oldal fordítják a munkatársai, mindjárt készen lesznek, és
Szóval a hat oldal, hát mi egy hatjegyű számot vártunk tőletek. Tehát őket nem érdekli, hogy majd születnek borjak, meg majd ez lesz, meg az lesz, meg hány tehén vemhes. Most az a kérdés, hogy hány darab szarvasmarha van most. Tessék mondani egy számot. Mi erre válaszoltunk hat oldalban. Ezt nem értik. Na de ez annyira időszerű, amit mondasz, és kapcsolódik ehhez a delegációhoz, amit Hende Csaba vezetett, hogy a finnek nem is értették, hogy miért vannak ott, és nem tudták megfogalmazni a magyarok, hogy mi a jövetelük célja. Pontosan így van. A finneknek két problémájuk volt ezzel a delegációval. Egyrészt, hogy ez milyen delegáció. Ugye először azzal indultak ki, hogy ők egy parlamenti delegáció. Na most ők megnézték a delegáció összetételét, megállapították, hogy a négyből kettő parlamenti képviselő, és hogy nem, mind a kettő ugyanabból a pártból való. Hát ez nem egy parlamenti delegáció, ez egy pártdelegáció. Másik dolog, megkérdezték, hogy na és mi a látogatás célja? Ugye a finn meg a svéd NATO csatlakozásról van szó. Mi a problémája a delegációnak a finn meg a svéd NATO csatlakozással? Erre kezdtek mesélni, hogy hát egy kis párt kivételével mindenki egyetért. Hát akkor jó, köszönjük szépen, hát ha mindenki egyetért vele, akkor most miről beszélünk? Ugye ezt a lamentációt, hogy nagyobb tiszteletet kell a magyaroknak adni, erről a finnekkel nem lehet tárgyalni, ezt ők nem értik. Hát elég lejárató ránk nézve egy ilyen delegációnak, tehát nem az ott léte, ez nem fog jó képet kialakítani rólunk magyarokról, és mi meg ezt valahogy eltűrjük. Hát maguk a Fidesz delegáció tagjai, európai parlamenti képviselő, Fideszes hölgy, ő mondta, hogy a döbbenet ült ki, a finn delegáció tekintetében azt lehetett látni, hogy azt se tudják, hogy hol vannak és miért vannak. Pontosan, tehát ők megkérdezték, hogy kiket tisztelhetünk az urakban, hölgyekben, és mi járatban vannak. Erre a két kérdésre ilyen dodonai választ sikerült adni. Az már csak habatortán, hogy amikor vége volt az úgymond tárgyalásnak, az ott teljesen természetes, hogyha kijönnek a tárgyalásra, a sajtóképviselői ott vannak. És meglepődtek, hogy itt is, ott is, amott is kérdeznek. Tehát ott nem lehet azt mondani, hogy csak ott lehet abban a kis presszliben, majd oda bemegyünk, ha lesz mondani valók. És nézték, hogy hát kérdeznek. És kérdeznek ilyet, meg kérdeznek olyat is. Ugye a legtöbb komoly kérdésre az volt a válasz, hogy nem értem a kérdést. Annyira meglepte őket, hogy azt kérdezték, amit mindenki megkérdezett Finnországban, hogy mit tetszik itt keresni. És erre nem volt igazi válasz. Hát egy igen komoly probléma, amit a magyar sajtó azért nem nagyon feszeget, hogy itt a Fidesz kellőképpen összekeverte a NATO ügyet az Európai Unió ügyeivel. Mert amit ők kifogásolnak, hogy több tiszteletet Magyarországnak, annak nem a NATO a szintere, hanem az Európai Parlamentben. Ugye hát ott ki kellett lépniük, ráadásul állítólag finn kezdeményezés volt, aminek alapján kilépett a néppártból a Fidesz, nem várta meg, hogy kizárják. De hogy keveredhetett, hogy milyen külügyi felkészültség az, vagy diplomáciai felkészültség az, ha két ilyen fontos szervezet funkcióit, platformjait összekeverik? Nem csak, hogy összekeverik, hanem hát mi az, hogy több tiszteletet kell adni? Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni, tisztelettel köszöntöm Önöket. Mit tetszik még kívánni? Még egy kávéval is megkínáljuk Önöket. Szóval ők nem értik, a tiszteletet azt nem követelni kell, hanem valamivel kiérdemelni, kivívni. Ha a magyarok olyan remekül teljesítettek volna mindenféle fórumokon, akkor megkapták volna ezt a tiszteletet, mint hogy megkapják azok az országok, amelyek bármilyen álláspontot következetesen képviselnek. És itt van egy nagy különbség, ugye a törökök és mi közöttünk, hogy a törököknek van követelése Svédországgal szemben, hogy az a követelés, amit a törökök támasztanak, hogy a kurdokat ne fogadja be Svédország, az ugye a svéd alkotmánnyal ellentétes, mert ők minden
az országában veszélyeztetett polgárt befogadnak. Külön és nem adnak ki senkit, akit a hazájában halálbüntetés fenyeget. Ez a svéd identitással, a svéd alkotmányossággal összeegyeztethetetlen. Tehát ők nem fogják kiadni azokat a kurd terroristákat, vagy szabadságharcosokat, melyik oldalról nézzük, akiket a svéd, vagy akiket a törökök megjelölnek, mert fennáll a veszélye, hogy hazamennek és kivégzik őket. Ilyet Svédország nem tehet. Az kevés nekik, hogy azt mondja a svéd vagy a török kormány, hogy nem bántjuk őket, ha kiadjátok. Ez ilyenre nem tudnak a... Ilyen ígéretekkel tele van a padlás. Igen, ígéretekre ez nem működik, ugyancsak nem működik semmilyen más ígéretre se, amit bármelyik ország kormánya mondja, jaj, ezentúl olyan jók leszünk, ez kevés. A 1990 tájékán, vagy az azt megelőző időkben úgy nézett ki, hogy a rendszervált országok közül Magyarország a legesélyesebb, legtehetségesebb, legfelkészültebb a változásokra. És érdekes párhuzam volt, Finnország egy kicsit talán gyengébben fejlett volt, mint Magyarország abban az időben. Mi a fele történt, hogy mit csinált Finnország, hogy hát mostanra nem lehet összemérni a két ország gazdasági, szociális, politikai, pénzügyi, semmilyen teljesítményét, tehát nem egy súlycsoportban vagyunk. Mi a finn csoda titka? Hát ezt nagyon sokan próbálják megfejteni. Finnországot a rendszerváltás érdekes módon egy kicsit másképp érintette, bár valamennyi hasonlóság volt a hozzánk képest is. Finnország rengeteg árut exportált Szovjetunióba. Iparágok jöttek létre, amik arra dolgoztak, hogy Szovjetunió bármennyit felvesz a termelésükből. Például a szovjet hadsereg tisztjei Finnországban gyártott ruhákban jártak. Cipőket ugyancsak a finnek szállítottak. És ugye hát az nem ugyanannyi, mint hogy 5 pár cipőt rendel valaki egy cipőgyártól, hanem mondjuk rendel 10 000-et, az más technológia és más, hogy mondjam, üzleti tervet valósít meg. Minden esetre, mikor a Szovjetunió szétesett, ezek a lehetőségek a finnek számára megszűntek, de hát hozhatnám a jégtörő hajókat is, amik egy kicsit nagyobb, egy darab, mint egy cipő, de a cipők is nagyon sok, sok százalékot tettek ki a finn exportban. Na most ez a piac megszűnt. Ez Finnországot egy válsághelyzetbe hozta, óriási infláció volt, munkanélküliség, és a finnek arra tettek minden hangsúlyt, hogy a legfejlettebb technológiát. De mi annak idején nagyon büszkék voltunk, hogy hó, hát ezek, mi megközelítettük a világszínvonalat ebben. Mi az, hogy megközelítettétek? Hát azt abba kell hagyni. Olyat kell termelni, ami a világon a legjobb. Ekkor jött föl a Nokia például azzal a nem kis tervvel, hogy a világ legjobb mobiltelefon gyártója legyen, és a legtöbbet adja el a világon. Hát egy kis ország, mint Finnország, mobiltelefon világhatalom lett. De ugyanígy más hasonló magas technológiájú termékeket is Finnország olyan színvonalon állított elő, amit sehol máshol a világ. És abban van-e igazság, hogy abban a nehéz helyzetben Finnország azt mondta, hogy a nemzeti erőforrások egy jelentős részét az oktatásba fekteti? Ez volt a másik dolog. Amikor én először Finnországban voltam, még azt mondták a finn barátaim, hogy a gyerekeket bárhova adhatom iskolába, csak ne a finn rendszerű iskolába. Francia iskola nagyon jó, a német iskola nagyon jó, van nemzetközi iskola, amit angol nyelven tartanak, próbáljon bármelyikbe, de a finn iskola az annyira gyenge, annyira tudás ellenes magoláson alapul, hogy oda semmiképpen nem. És tényleg azt tapasztaltuk, hogy a
finn iskolában irodalom címén a Kalevalát tanítják. A Kalevala az a finn nemzeti eposz, a nemzeti büszkeség, mindenkivel dagadt tőle, de egy olyan nyelven van, amihez szótár kell, hogy egy mai gyerek megértse. Na most 10 sort elolvasni a Kalevalából, az egy büntetés annak, aki nem ezzel akar foglalkozni. És rájöttek, hogy ezzel az olvasást nem fogják megszerettetni a gyerekekkel. Egy teljesen gyökeréig új iskolarendszert alakítottak ki, nem egy év alatt, nem egy hónap alatt, nem 24 óra alatt, hanem egy olyan 15-20 éves nekifutással, hogy először a tanárokat képezték ki, hogy majd nem úgy fogtok tanítani, ahogy eddig, és hogy kell a gyerekeket bevonni. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy nincs handicapes gyerek. Tehát akinek bármilyen sérülése van, az ugyanabban az iskolában jár, mint a többi. Ez lehet szociális hátrány is, ugye? Nem, ez szociális előny. Ugyanis mennyivel nagyobb... De én csak arra gondoltam, hogy a szociális hátrányban, tehát olyan társadalmi körből vagy csoportból jön, aki hátrányos helyzetűnek minősíthető. Nem feltétlenül, nem ez a lényege a dolognak, hanem azt kell megszoknia az úgynevezett évgyereknek, hogy vannak olyanok, akiknek a lába, a szeme, bármilyen nem működik úgy, mint a többinek, és azokat segíteni kell. Mert az életben mennyivel több esélyed van arra, hogy találkozol egy gyerekkel, egy felnőttel, aki handicapes, vagy ne vagy egy idős emberrel, akit ápolnod kell, mint hogy mikor született mondjuk XY vagy Z, a még oly kiváló író, költő, vagy bárki. Tehát a dolognak az a lényege, hogy az embereknek meg kell barátkoznia azzal, hogy nem mindenki egyfaj, és őt nem azért szeretjük, mert jól tud futballozni, hanem ő például matematikában nagyon jó, de hát nehezen tud mozogni, tolószékben kell bevinni az osztályba. És az, aki őt minden nap beviszi, az piros pontot kap. Ha megtanulja a matematikát, az jó, de ha beviszi a gyereket, az különösen fontos. Ha jól értem, akkor nem mondtad ki, de az oktatás színvonala, és nem csak erről, amiről beszéltünk, hanem a szakmai tárgyak tanításának az újszerűvé tétele és hatékonyabbá tétele, és a gazdasági teljesítő képesség között, a gazdasági fejlettség között nagyon komoly összefüggés és arányosság áll fenn. Igen, hát ezeket a nálunk, hogy földrajz, meg történelem, meg fizika, meg nem tudom micsoda tantárgyak élesen elválnak egymástól. Náluk olyan tantárgyak vannak, mint meggyőzés. És akkor két tanuló leáll, és azt mondja egy bizonyos témáról, hogy te neked ez a véleményed, neked az, és vitassátok meg. És vitázni tanítanak. Problémát megoldani tanítanak. Arra megy ki a játék, hogy meg tudtok-e egyezni valamiben, amiben teljesen ellentétes volt a véleményetek. Nem a, hogy hányban született, mikor írt és milyen verseket írt, azt majd megnézitek, ha érdekel benneteket, azt meg lehet találni bárhol. Tehát a lexikális tudás helyett, és kifejezetten helyett, elsősorban az ilyen probléma megoldás, összefüggések keresése, és az a feladat, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. Tehát a gyerekek bemennek, lehúzzák a cipőt, zokniban vannak, mert olyan tisztaság van, szaladkálnak, jönnek, mennek, a tanár összehívja őket, ad nekik egy feladatot, általában csoportosan, csináljátok meg ezt, és akkor aki jó matematikából, az majd a számításokat csinálja, aki a szövegelésben jó, az a szöveget írja meg hozzá, és így nagyon szépen együtt tudnak működni, és kiderül, hogy egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, csak más. Hát, amit mondtál, a vitakultúra nem mai találmány. Szokratész, Arisztotelész, Platon, hát ezt ők alkalmazták, tanították, és tulajdonképpen csak vissza kell nyúlni
És ami egyszer működött, azt nem kell újra kitalálni. Természetesen a finnek nem feltalálták a spanyol viaszt, hanem sok-sok tapasztalata, akár a görögökig, vagy a rómaiakig visszanyúlva, ahol a tanítás helyszíne az egy séta út volt, és ott beszélgettek és vitatkoztak egymással. Ezt behozták az iskolába. A tanárnak nincs feltétlenül mindenben igaza. Nem az a tanár, aki megmondja a tutit, a többiek pedig bebiflázzák, amit a tanár mondott, és annak úgy kell lenni. Megkérdezik, és a tanárnő nem tud vitatkozni, akkor elveszett a gyerekek előtt. No, Finnországra, Oroszországra, Ukrajnára visszatérve, NATO-ra visszatérve, a mi kormányunknak van egy olyan, nem hivatalosan, de nagyon sok helyen és szócsöveken keresztül hangoztatott álláspontja, hogy igen, az oroszok azért támadták meg az ukránokat, mert nem akarták, hogy egy NATO ország legyen a szomszédjukba. Ami azért billeg, mert 5 NATO tagország a szomszédja jelenleg is Oroszországnak. És hát a finnek és a svédek csatlakozását is azért tartják károsnak, mert hogy nőni fog a NATO tagországok száma Oroszország körül. Ez tény és való, hogy ez így van, mármint, hogy nőni fog a NATO tagországok száma, de hát itt arról nem esik szó, hogy a NATO az nem egy hadászati együttműködés, nem egy támadó katonai rendszer, hanem egy kifejezett védelmi szövetség, aminek az a lényege, hogy bármely tagállamot valamely külső támadás éri, akkor az összes NATO tagállam hadba lép a megtámadott oldalán. Finnországot nem kényszeríti senki arra, hogy NATO tag legyen. A finneknél 2 évvel ezelőtt még azt, hogy NATO tag legyen-e Finnország, a lakosság döntő többsége utasította volna. A Svédországról nem is beszélve, ahol azért egy 200 éves hagyománya van a semlegességnek, tehát ők nem akarnak egy támadó szövetségbe részt venni, de éppen az Ukrajn ellen indított orosz agresszió követelte meg, hogy egy szövetségbe belépjenek, és ez a NATO, amelyik kézenfekvő. Tehát az az orosz érvelés, hogy a NATO terjeszkedik, a NATO nem terjeszkedik. Ha nem akar Finnország NATO tag lenni, senki nem fogja arra biztatni, hogy már pedig legyél. A finnek úgy döntöttek, hogy szeretnének NATO tagok lenni, és ezt a 30 jelenlegi NATO tagország közül 28 teljesen megalapozottnak és logikusnak tartotta, és minden további nélkül pillanatok alatt megszavazták, hogy vegyék fel ezt a két országot. 2 van, aki még hezitál. Már csak azért is megszavazta a 2 kivételével az összes tagország, mert ezzel tulajdonképpen a saját védelmi szervezetüket erősítik. Hát természetesen, tehát nem egy olyan tagállam bővül, nem 2 olyan tagállam bővülne a NATO szövetség, ahol azt se tudják, mi az a hadsereg, vagy nincs megfelelő felkészültségük. Mind a finn, mind a svéd hadsereg nagyon sok békefenntartó és egyéb tevékenységben vett részt. Magyarországon is voltak annak idején, a 90-es években, emlékszem, Taszár és Pécs környékén finn haderő állomásozott, amikor a jugoszláv háború után kellett békét teremteni, tehát a finn haderő alkalmas nem csak védekezésre, hanem béketeremtésre és béke kikényszerítésére is. Tehát ez egy nagyon fontos 2 hadsereg, nem beszélve arról, hogy Finnországban egyrészt kötelező tehát katonának lenni kötelező, és minden fiatal fontosnak tartja, hogy minél hamarabb tegyen eleget a katonai kiképzési kötelezettségnek, és kapjon tartalékos beosztást, és a tartalékosok is minden évben rendszeresen továbbképzésen a legújabb fegyverekkel ismerkednek, és összetartanak.
az én korosztályom, tehát a 70 pluszosok összejárnak, hogy mi ebben a hadseregben voltunk, lövészek, utászok, akármik, és tartják a kapcsolatot egymással. Tehát ott gyakorlatilag a férfi lakosság mindegyike tartalékos. Neked, mint nagykövetnek, dolgod lehetett az is, hogy van egy olyan civil szervezet, amit úgy hívnak, hogy Magyar Baráti Társaság. Talán egy riporter nevű idős ember volt ennek a vezetője annak idején, a 90-es évek elején ismertem őket, és ez egy nagyon aktív társaság volt. Létezik ma is ez a Finn-Magyar Baráti Társaság? Létezik, és érdekes módon a jelenlegi kormánynak van egy olyan becsípődése, hogy ez egy kommunista maradvány. Való igaz, hogy ez a szervezet 1950-ben jött létre, és az alapítói, igen érdekes módon, Magyarországgal a 49-es budapesti viten találkoztak. Tehát itt jöttek, és rájöttek, hogy van egy ilyen szép ország, mint Magyarország, fiatalok, vidámak, és megalakították a Finn-Magyar Társaságot. Ez semmiféle politikai csoportosuláshoz nem tartozott, sőt, miután nekem egy időben a feladatom volt a Finn-Magyar Társasággal való kapcsolattartás, tapasztaltam, hogy a vezetőségben mindenféle, gondoskodtak arról, hogy mindenféle pártból legyen képviselő, a baltól a jobbig, mindenféle tisztségbe rotációval kerüljenek, tehát ha egyszer baloldali volt, akkor centrumpárti legyen, legyen jobboldali elnök, és így tovább. Tehát ez egy teljesen természetes, demokratikus civil szervezet volt, és roppant népszerű volt. Amikor én kint voltam, volt olyan dolgom volt, hogy az éves közgyűlésekre legalább menjek el, és köszöntsem őket a követség nevében, és 50 helyen volt éves közgyűlés, és ez egy roppant demokratikusan működő, mindent megválasztották az elnököt, a főtitkát, beszámoltak a pénzügyi helyzetről. A finn törvények szerint működő szervezet volt. Hadd mondjam el egyik megjegyzésemet, a szervezet adminisztrátora, ügyvezetője, tehát magyarul az a személy, aki fizetést kapott azért, hogy a Finn-Magyar Társaságnak dolgozott, 25 vagy 30 év után most nyugdíjba ment. Ebből az alkalommal a finn állam fontosnak tartotta, hogy az illetőt a legmagasabb finn kitüntetésben részesítse, ez a finn rózsarend, fehér rózsarend, ez egy nagyon magas kitüntetés. És láttam egy fényképet, ahol átadták azt a kitüntetést, ott volt 3 vagy 4 korábbi elnöke a Finn-Magyar Társaságnak, mindenféle oldali emberek, meg a jelenlegi főtitkár, valahogy a Magyar Nagykövetség képviselője nem voltak éppen. Hogy most direkt nem ment el, vagy még erre se érdemesítette, vagy ennyire megszűnt a kapcsolat a Finn-Magyar Társasággal. Vagy akár megtiltották neki. Bármi előfordulhat, nem tudom, én csak a fényképet láttam, és csodálkoztam, hogy hát ha már a magyar kormány nem tartotta fontosnak, hogy ezt az illetőt, aki 30 évet dolgozott a Magyarország finnországi megismertetéséért, film heteket, meg egyebeket szervezett, rengeteg fizikai és szellemi tőkét belefektetett, legalább, ha már a finnek kitüntetik, vegyenek részt rajta. Nem. Egy ilyen hendeféle látogatást nyilván a nagykövetség és a nagykövet készít elő. Hát nem szívesen lennék annak a nagykövetnek a helyébe, gondolom te se, akinek ilyen feladattal kell megbirkóznia. Mi ennek a menete? Hát ugye először is az a menete, hogy a nagykövetség kap egy feladatot, hogy jönnének ezek az urak, hölgyek. Ezt a külügyminisztertől kapja. A külügyminisztertől kapja. Szíveskedjék ezt előkészíteni. És akkor a nagykövet felkeresi a parlament illetékesét, hogy külügyosztályvezetőt, vagy főtitkárt, vagy ha olyan a viszony, akkor akár a parlament elnökét, hogy
jönne egy ilyen delegáció, tessenek szívesen fogadni. Amit mindjárt nem tud megfogalmazni, hogy milyen, mert a parlamenti delegáció több párti kéne, igen, hogy akkor legyen. Megkérdezik, hogy hány párti lesz ez a parlamenti delegáció, mondja, hogy hát ugye már egy, esetleg másfél, ugye, mert van benne egy KDNP-s is ugye a dísznek. Jó, hát jó, ezek jönnek, jó. És mi járatban vannak? Hát mielőtt a NATO csatlakozásról szeretnének tájékozódni. Igen, a Finnország felkészült, nagyon szívesen tájékoztatjuk őket. Valószínű, hogy nem ment tovább, szívesen fogadják őket, tájékoztatják őket. És aztán megjöttek és kérdezték, hogy mi járatban tetszenek lenni, és akkor már egy kicsit nehezebb volt a dolog. Szóval meg lehet szervezni, annyi mindenféle delegációt szerveztek meg, akiket fogadtak a finnek mindenkit fogadnak, mindenkivel leülnek, olyan nincs, hogy azt mondják, hogy hát ezt nem fogadjuk, de tessék eljönni, és mit tetszik parancsolni. Egyébként a finnek aggodalmát az orosz agresszió láttán a történelmük is indokolja. Hát a Molotov-Ribbentrop paktum idején ott nem csak Lengyelország volt áldozata ennek a orosz-német vagy szovjet-német egyességnek, hanem hát Svédország meg tudta tartani egy ideig a függetlenségét, de Finnország nem. Így van, tehát ez egy teljesen jogos történelmi, meg egyébként is, ha a finnek most úgy látják, hogy nekik a jövőjük a NATO-ban van, akkor ehhez elég nehéz azt mondani, hogy nem, mert miért nem. Na most játszunk egy kicsit a gondolattal, és ha már az előbb arról beszéltünk, hogy finnországi magyar nagykövetnek mi volt a feladata, hát milyen helyzetben lehet Ukrajna magyar nagykövete, akinek elő kell készítenie Orbán Viktor roppant kínos látogatását Kijevbe? Hát igen, igen. Jó, hát ezek komoly diplomáciai feladatok. Én nem tudom, hogy milyen utasítást kapott, és mennyire konkrét az a látogatási terv. Azért megjegyzendő, hogy az ENSZ főtitkára most harmadszor látogat Kijevbe, aki azért nem vádolható azzal, hogy ő nagyon bármelyik fél oldalán állna. Ő már harmadszor tesz látogatást Kijevben. V4 országokból V3 már mindegyik volt ott, és a legtöbb nyugati ország is szimbolikus látogatást is tett, és hát konkrét ígéreteket, ajánlatokat, és konkrét tetteket is. Hát nem csak arról van szó, hogy majd a jövőben fogunk fegyvereket adni, hanem fegyvereket folyamatosan szállítanak a legkülönbözőbb országokból. Tehát megjegyzem, hogy egy nappal a magyar parlamenti delegáció svédországi látogatása után, miután Svédország adja az Európai Unió soros elnöki posztját, a svéd honvédelmi miniszter, aki még nem NATO tag, összehívta az Európai Unió honvédelmi minisztereit, ahol arról volt a vita, meg a tárgyalás, hogy ki mivel tudná segíteni az ukránokat. Egy honvédelmi miniszter viszont mondta, hogy hát mi semmivel. Úgyhogy ez egy jó antré volt ott is a svéd kollégák elő, meg az összes többi. Viszont több tiszteletet kérünk. Azt kérik, igen, hogy tiszteljenek bennünket, pénzt, azt, paripát, fegyvert, meg fegyvert aztán végképp nem adunk. Na szóval, hogy milyen mandátummal kell megkeresni a kijevi vezetést, azt nem tudom, de hát biztosan meg fogja oldani ezt a feladatot. És hát nem Józsda vagyunk, és a találgatás az nem egy diplomatának a kenyere, de mi lehet a végkimenetel ennek a látogatásnak? Hát ez Orbán Viktor számára rendkívül kínos, itt csak a kommunikatív készségeibe bízhat, mert semmiféle olyan politikai dolog nincs a szatyrába, hátizsákkal jár egyébként, ami mondjuk egy kormányfő is, nem? Elő is, hátul is.
nem igazán méltó. Pont a diplomaták találták ki a diplomatatáskát, ami azért egy elegáns dolog volt, hát valamivel külön, mint egy hátitáska. No, mire lehet számítani, hogy a kommunikációs képességeink kívül mibe bízhat még Orbán? Nem tudom, ez teljes rejtély, hogy mivel utazna, milyen ötlet van a tarsolyban, hogy mi az, amit hát béke, mondana. Hát biztos a béke. Hát a békét azt lehet vinni, az egy nagyon szép dolog, még fehér béke galambai túlbékolnak ott. Fehér zászlót is lehet vinni, ezzel sem nagyon haladnak előre. Ugye van egy másik dolog is, ugye az amerikai elnök látogatása előtt érdekes módon az amerikai titkos szolgálatok felvették a kapcsolatot az orosz titkos szolgálattal, hogy most ne tessék bántani, arra felé ne tessenek lőni. Nem tudom, hogy a magyar titkos szolgálat mit tud elérni az oroszoknál az ukrán látogatás idején, de hát ez is egy feladat lesz. Ma reggel azt olvastam, hogy csak akkor hozzák nyilvánosságra az időpontot, amikor ott van Kijevbe, de hát ez amikor egy bevet. Visszajött. Ez egy bevet dolog. Na, de úgy látszik, hogy azért Orbán Viktor rövid pórázon van. Putyin elnök a napokban bejelentette, meg is indokolta, hogy a magyar diplomaták vízummentességét visszavonja. Azt mondta, hogy azért, mert nem tartották be a előírásokat, amiben közösen megegyeztek. Hát az időbeli egybeesés egyrészt a finnek és a svédeknek beígért NATO csatlakozás támogatása, másrészt a látogatás Kijevbe, ez furcsa összefüggésekre vetíthet fényt, vagy legalábbis a gyanút felveti, hogy itt valami szorosabb kapcsolatról van szó, ami időnként, mintha Gellert kapna. Hát valószínű, hogy van ilyen kapcsolat, ezt azért senki nem tudta még teljes konkrétumokkal támogatni. Minden esetre meglepő, hogy Magyarország, mint ahogy mondtam, az Európai Uniós honvédelmi miniszterek találkozóján is, és minden a létező módon kifejezi egyetnemértését az Európai Unió közös fellépésével kapcsolatban. Tehát ehhez most, ha azzal megy, hogy na, ezentúl minden más lesz, akkor még a piros szőnyeget is le fogják teríteni Orbán Viktor elé. De hogy mivel megy, ezt én nem tudom, nem is látom. Hát a magyar diplomácia bukdácsolásának egy másik vetülete, vagy egy másik következménye, évértékelő beszédében Orbán Viktor azt mondta, hogy kette maradtunk a béke pártján, Magyarország és a Vatikán. De most Vatikán ezt elég érdekesen kommentálta, hogy itt azért egészen más típusú békéről van szó. Jó, hát ez, ha tegyek egy, ez, egy, ez a vicc kategóriába tartozik, Magyarország és a Vatikán, mint két katonai nagyhatalom, de a dolog lényegét is. Ugye azt mondták, hogy azért nem támogatják Finnország és Svédország NATO csatlakozását, mert csúnyákat mondtak rólunk. Mintha a pápa jönne Magyarországra, és nem mondtak róla valami csúnyákat a magyar... Mindenféle vénhülyének, szenilis, demens, öreg trógernak elhordták. Igen. A Fidesz tévéjébe. Igen. Tehát akkor... Ha ez így lenne, akkor a pápa nem mondaná, hogy nem megyek Magyarországra, mert ott csúnyákat mondanak rólam. Tehát nincs olyan semmiféle nemzetközi, meg elfogadott dokumentum, amely tiltaná bármely ország, bármely politikusának, vagy bármely más ország politikusára bármilyen módon kifejtse a véleményt. De azért visszatérve erre a közös béketáborra, amiben ugye Magyarország és Vatikán a szereplő, azért Vatikán megindokolta, hogy ő miért utasítja el ezt a besorolást, és azt mondta, hogy az ő békéjük az egészen más típusú. Jó, hát természetesen a béke és béke között sok nagy különbség van. Ugye a magyar béke az, hogy adják meg magukat az ukránok. Hát ez nem biztos, hogy... mindenkinek, főleg az ukránoknak ez így megfelelő béke lenne.
Nem akarom sorolni, de Kósa Lajos nyilatkozott tegnap vagy tegnap előtt valami olyat, hogy ha az ukránok kikapnak, akkor is azért marad még belőlük, és ez nagyon vigasztaló, és mindenki nagyon el van keseredve, és el se tudják képzelni a miniszterelnökkel Orbánnal az élen, hogy Oroszországot legyőzik. Mitől rettegnek? Nem tudom, de ezek ilyen, most az a divat, hogy valamelyik fideszes mond valami bődületes marhaságot, és akkor a sajtó próbálja jobboldali, baloldali, mindegyik ezeket magyarázni. Hát én nem vállalkoznék arra, ezt nagyon-nagyon-nagyon, nem vállalkoznék. Ezt nagyon köszönöm. Tudod, erre a legjobb válasz szerint, amit Majtényi László, az Eötvös Károly politikai intézet, vagy tudományos kutatóintézet vezetője mondott, hogy nem tudja eldönteni, tehát oly mértékben hűl el a kormányzati munka, hogy nehéz eldönteni, hogy ez az elhűlés egy bizonyos fázisa, vagy gazemberség. Tehát nehéz, nehéz itt igazságot. Tehát itt tartunk, hogy na, hogy a beszélgetésünk vége felé egy kicsit vidámabb dologgal fejezzük be, hát azért a finnekkel nekünk van egy vitatott, meg elfogadott, meg nem elfogadott, de rokonságunk a nyelvünk eredetét illetően. Erről mi a te véleményed, vagy volt ebbe szerepe a két ország viszonyának, diplomáciai kapcsolatának, kulturális kapcsolatának? Hát nekem ez a szakmám. Eredetileg én finnugor szakot végeztem a Debreceni Egyetemen annó, úgyhogy ezzel volt alkalmam 5 évig behatóan foglalkozni, és a gyakorlati hasznát is látni. Tehát az, hogy a finn és a magyar nyelv a rokon, azt körülbelül 200 éve a tudományos világ feltárta, bibizonyította, tehát tudományos szakágok épültek erre. Ez tény, ezen vitatkozni lehet, csak nem érdemes. Az a dolog, hogy törökökkel volt-e kapcsolatunk az évszázadok során, ez megint tény. Tehát a népvándorlás idején, a honfoglalás idején, hát nem véletlen, hogy a magyar törzsek és a törzsfőnökök török nevet viseltek, és visel Árpádtól kezdve ont, kont, tashuba, töhötöm, mint egyik török név. Ez megint tény. Azon, hogy a két nyelv a rokon, azon ez nem változtat. Hát ahogy szláv nyelvekből jöttek a gabonatermeléssel kapcsolatos szavaik, a kasza, a kapa és minden hasonló, ezek szlovák jövevényszavak a magyarban. Azért nem vagyunk rokonok a szlovákokkal nyelvileg. Tehát ezen vitatkozni teljesen fölösleges. De most a finn-magyar barátságban általad emlegetett finn-magyar társaság megalakulásától kezdve ez a finn-magyar nyelvrokonság, ez mindig is benne volt. Egy különleges kapcsolat volt Magyarország és Finnország között, mert a finnek szemében mi egy nagyságrenddel nagyobb nép vagyunk. Tehát finnek vannak 4-5 millióan, mi 10 millióan, az nem csak kétszer annyi, hanem egy nagyságrenddel nagyobb társaság. Tehát ők ránk mindig, mint a nagy, a finn írásbeliség sokkal későbbi, mint a magyar. Tehát nekik, hogy 1100-as, 1200-as évekből nyelvemlékeink vannak, ez a finneknél nincs. Így náluk a 16. században kezdődött a finn írásbeliség. Tehát ő számukra mi, a magyarok, a nagy kulturális nagy testvér vagyunk. És ezt ők mindig is így tartották számon, így tanítják az iskolában, és nem vonja kétségbe senki. Hát én laikusként csak annyit tudok mondani, hogy egy nyelvnek van eredete, meg vannak jövevény kifejezések benne. Hát a török meg a szláv az nyilván jövevény, de az nem érinti a gyökereket, az eredetet, a gyököt nem érinti. Ezt tökéletesen látod. No, hát már csak ez is kötelezne minket, ahogy mondtad, ebből az jön ki, hogy a nagyobb testvér vagy a nagyobb barát jósága, hogy minél előbb döntsünk már, és ne húzzuk, és ne szórakozzunk, és ne zsaroljuk a világot, teljesen fölöslegesen magunkat lejáratva, és hát szavazzuk meg ennek a két országnak a NATO csatlakozását, mert ezáltal Magyarország is erősödik, a mi védelmi potenciálunk is nő. Ez teljes egészében így van, és tulajdonképpen még sehol nem hangzott el egyetlen mondat se azzal kapcsolatban,
hogy mi akadálya volna Finnország és Svédország NATO csatlakozásának. Mert olyat nem mondtak, hogy nincsenek fölkészülve. Ez a delegáció is azt állapította meg, hogy mind a két ország fölkészült, a parlament elfogadta, és ezt rajtunk kívül 28 ország ugyanígy gondolja. Csak mi, nekünk vannak még fenntartásaink. Na hát a remény hal meg utoljára. Bízunk abba, hogyha már a magyar nép többsége, döntő többsége teljesen tisztában van ezzel a helyzettel. Látja, hogy a magyar kormány milyen álságos, hazug, a nemzetre ártalmas politikát folytat. Bízunk abba, hogy előbb-utóbb a döntéshozók is rádöbbennek arra, hogy mi a dolguk, és azt szerint fognak hát cselekedni. Nagyon szépen köszönöm Krausz György nagykövet úrnak, hogy eltöltött velünk közel egy órát, és hogy megosztottad értékes gondolatainkat. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy itt voltál, és a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet.